Köszöntöm Önöket, az Öböl Televízió híradója következik. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Városfejlesztés. Balatonalmádiban létrehozták az új integrált településfejlesztési stratégiát. Nyárértékelő. A nyári szezon tapasztalatairól tárgyalt a Balatonkenesei városvezetés. Új gépjármű. Pályázat segítségével tudja megkönnyíteni Felsőrs a tanyagondoki szolgálatot. Balatonalmádi képviselőtestülete 20 napi rendet tárgyalt legutóbbi ülésén. Módosították a költségvetési rendeletet. Döntöttek arról, hogy továbbra is folytatják a LEADER programot. Helyi jelentőségű védett természeti területén nyilvánították a Leánykökörcsines területet. Legfontosabb azonban az integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása volt, valamint a település rendezési eszközök, így a helyi építési szabályzat elfogadása. Napirend előtti felszólalásában Szakál Balázs Dániel képviselő tájékoztatást adott az online média kommunikáció negyedéves adatairól. Június közepén indult el az internetes megjelenés, nyár végére már több mint 3000 fővel emelkedett azok száma, akik rendszeresen figyelik a város oldalait. A költségvetés számainak módosítása 14 millió forinttal növelte a főösszeget. Ezt az állami támogatások és a felhalmozási célú támogatások változása, pályázatok, belső átcsoportosítások és a testületi döntések indokolták. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletet is felülvizsgálták. Zana András, településfejlesztési osztályvezető elmondta, hogy az egyeztetési eljárás során a civil szervezetektől érkező javaslatokat is bedolgozták a módosításba. Jó hír a természetkedvelőknek, hogy a Vöröshegy északi oldalán fellelhető kökörcsines területet helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánították. Egységes szavazással fogadták el a képviselők a város integrált településfejlesztési stratégiáját. A város fejlődését, fejlesztését, a 2014-20-as uniós források lehívását elősegítendő készült el ez a stratégia, amelyet a belügyminisztérium egy Európai Uniós pályázat keretén belül támogatott. Egy viszonylag gyors munka zajlott. Január-februárban kezdtünk, és július végére már a munka elkészült. Ezt az anyagot be kellett adni a településnek, a belügyminisztériumhoz véleményezésre. A jóváhagyás augusztus végén született meg, és most a testület döntött arról, hogy ezt az anyagot elfogadja. Tehát Balatonalmádi mostantól egy olyan stratégiával rendelkezik, amely a város jövőjét nagy mértékben befolyásolja, és lehet rá alapozni a jövőt tekintetében. A következő napi rend a helyi építési szabályozás tárgyalása volt, és a vízpart rehabilitációs tanulmánytervek módosítása. Alapvetően igazodtunk a már meglévő és beépült területekhez. Nem próbálunk ezeken a területeken gyökeres változásokat eszközölni. Ugyanakkor az új jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani kellett bizonyos paramétereket. Figyelembe vettük azt, hogy a város lélekszáma fejlődik, melyek azok a területek, ahol új lakosság letelepedése várható, tehát mondjuk azt, hogy kikerülnek azokból a klasszikus üdülőterületből, amelyekben eddig voltak, és célszerű ott most már lakóterületként kezelve többlet funkciót vagy többletszolgáltatást adni a városrésznek, valamint a belváros fejlesztését is indokolandó. Azokat a paramétereket változtattuk meg, amely egy intenzívebb beépítést tud eredményezni. Tárgyaltak továbbá a Bejárható Magyarország programról is, melynek célja, hogy Almádiban még népszerűbb legyen a vitorlás élet. A tárgyi feltételeket a Vitorlás Egyesület biztosítja. A jelenlegi tervek szerint jövőre elindulhat a vitorlás oktatás a Káptalan-Füredi strandon, az állandó helyszín kérdésére pedig visszatérnek majd a közeljövőben. A testület helyt adott az Almádiért közalapítvány kérésének. Az új Almádi újság további kiadásaira, valamint az alapítvány idei további működéséhez 1 millió forint támogatást szavaztak meg.
Nagy forgalmat produkált idén a Vakbottyány strand Balatonkenesén. A testületi ülésen elhangzott beszámolók szerint a szezonális rendezvények is kiemelkedő nézőszámot hoztak. A tájékoztatóban pénzügyi számszerűséget még nem tudtak mondani, sok költség és számla ősz végén realizálódik. Ezért nem lehet még pontos adatokat mondani, hangzott el a képviselőtestületi ülésen. A polgármester szerint ősz végén már be tudnak számolni arról, hogy milyen bevételeket produkált a nyári szezon. Képviselői felvetésre dolgozói jutalmazást is kilátásba helyeztek. A strand alkalmazottai erőn felül teljesítettek. A Tátorján átvételéről jelenleg folynak a tárgyalások. A bölcsődét a Lajos Komáromi Szeretett Otthon gyermekjóléti szolgálata üzemeltetné tovább. Gyakorlatilag a tárgyalásokat folytatni fogjuk az elkövetkezendő időszakban. Ők, ha megkapják rá pénzügyileg is a felhatalmazást és a lehetőséget, akkor kötünk egy szerződést, és átadjuk a különböző bútorokat, berendezési tárgyakat és az épületet a megfelelő célnak, az ő elképzeléseiknek megfelelően. Dekman Tibor evangélikus lelkész tájékoztatásában kiemelte, hogy átvétel esetén az eddig kialakult gyakorlatot kívánják tovább folytatni. Az egyház a dolgozók munkájára a jövőben is igényt tart. A Kipkop óvoda és bölcsöde éléről 2 év után távozik Somogyi Éva. A megbízott óvodavezetői feladatokat a tisztségre kiírt pályázat elbírálásáig Galambos Lászlóné látja el. A közművelődési intézmény és könyvtár vezetői állására is újabb pályázatot ír ki az önkormányzat. A legutóbbit érvénytelenítették. A képviselők megköszönték Ritterné Pajor Csilla megbízott vezető eddigi tevékenységét. A továbbiakban már nem tudja vállalni a megbízatást. A következő 150 napra az ideiglenes intézményvezetői feladatokra Nagy Krisztinát nevezte ki a testület. Szükségessé vált a házi orvosi rendelő felújítása. A munkálatok elvégzésére 28 millió forintot nyert pályázaton a település. Sajnálatos módon, mint az épület nagysága, mint pedig az összeg nagysága, amit megnyertünk, korlátok közé szorít bennünket, de ebből az összegből, amit lehet, igyekszünk kihozni. Tehát jelenleg a tervező kiválasztása folyt, illetve egy közbeszerzési tanácsadó cégnek a kiválasztása, akivel a beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárást le tudjuk folytatni. A Bezerédi strand peres ügyével kapcsolatban az önkormányzat dr. Bősze Ferenc ügyvédet kérte fel az iratok áttanulmányozására. A testület módosította az Öböl TV-vel az idei évre kötendő támogatási szerződés határozatát. A Felsőrsi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően vadonatúj gépkocsival tudja megoldani az elkövetkezendőkben a tanyagondoki szolgálatot. Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő jelenlétében történt meg a gépjármű átvétele és használatba adása. A hétköznapokban nagyban megkönnyíti a külterületeken ellátandó feladatokat az új autó. Úgy jellemzik ezt a típust, hogy minden elemében új. Az biztos, Felsőrsön méltán ez lesz a legnépszerűbb autó. Ez valóban mindenki autója, a község tulajdona. Ezt a gépjárművet jól meg fogják ismerni a településen lakók. A külterületeken élőket próbálják majd így közelebb vinni, szállítani az elérhető szolgáltatásokhoz, orvoshoz, távolabbi rendelőkbe, gyógyszerért. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázatán nyerték el a gépjárművet. A kormány célja az esélyegyenlőség biztosítása ezen a területen is. Az a célja a kormánynak, hogy a vidéken élő, a kis településeken élő emberek mindennapjait segítse, megkönnyítse azoknak a problémáknak a megoldását, amelyek őket foglalkoztatják, amelyek őket érintik. Felsős lakosságának több mint 10% a külterületen él, és azért fontos ez a tanyagondoki gépjármű, mert az ő rászoruló a külterületen élő rászoruló embereknek a mindennapjai az nyújt segítséget, akár orvoshoz, vagy kezelésre való szállításhoz, vagy szociális étkeztetés, vagy egyéb segítségnyújtás szempontjából a megközelíthetőséget ez nagyban elősegíti, és ezért is írta ki a kormány ezt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapból származó forrásokat érintő támogatást, és örülök annak, hogy mint Felsős országgyűlési képviselője itt lehetek ezen az örömteli pillanaton, az átadáson. Azt kívánom, hogy ez a gépjármű szolgálja felsősiek érdekeit és egészségét. A település meglehetősen sok külterülettel rendelkezik.
Eddig egy kis teherautóval látták el a feladatokat. 5 millió forintba került az autó, nettó 5 millió forintba, ennyiről szól a támogatási összeg, és ennek az áfa tartalma gyakorlatilag az az önrész, amit az önkormányzatnak kellett vállalni. Szerencsére ezt tudtuk, és úgy gondolta a képviselőtestület, hogy megéri vállalni, ezért most talán a környékben elsőként, vagy lehet, hogy Magyarországon elsőként itt Felsőörsön mi átvehettük ezt a gyönyörű Suzuki Vitarát. Az új kocsi első útja a település központon át vezetett. Pap Gyula falugazda örömmel vállalta a gépkocsi vezetését. Az ő munkáját könnyíti meg elsősorban. Van ebédkihordásunk itt a hegybe, Öreghegyre, és gondolom ilyen orvoshoz szállítás, a bevásárlások, gyógyszerkiváltás, tehát ilyenekre a külterületen. Sok ilyen rászoruló van? Hát igen, van. De belterületen is van, tehát részt besegítünk a szociális gondozóknak, úgyhogy abban is tudunk ezzel segíteni, orvoshoz szállítani, ilyesmikbe. Az új gépjárművet tehát azonnal szolgálatba is állították. Minden bizonnyal sok idős és rászoruló életét könnyíti meg. A Csivitelő óvoda és bölcsöde működésének tájékoztatójával kezdődött a testületi ülés litéren. Szükségessé vált az épület bővítése. Az elmúlt 10 évben közel duplájára nőtt a gyermekek létszáma. A terveket és a lehetőségeket Szedlák Attila polgármester ismertette. Az épület bővítésének terveit az építész Boros Zsombor ismertette. A szomszédos telek értékbecslése, mely az építkezéshez szükséges, előkészítés alatt van. Szedlák Attila tájékoztatása szerint a bölcsődés gyermekek új épületbe kerülnek egy külön csoportszobába. Így megvalósulhat az az elképzelés, hogy elegendő óvodai férőhely lesz. A cél, hogy november végéig az elkészített tervekkel együtt pályázatot nyújtson be az önkormányzat a regionális operatív program keretén belül. 2017-ben már egy új bölcsődei épülettel és egy foglalkoztató helyiséggel ellátott intézménnyel bővül a település. Alapvetően mindig egy település fejlődésével, ugye, vagy az a probléma, hogy kevés ember van a településen és kevés gyermek születik, vagy pedig azért, hogyha már átesünk arra az oda, hogy túl sok gyermeköt születik, a túl sok alatt természetesen azt értem, hogy a meglévő intézményeink befogadó képessége nem bírja, akkor az meg másik fajta probléma, de mégis való igaz örömteljesebb probléma. Így a képviselőtestület még év végén döntött arról, hogy mindenképpen szeretné megterveztetni a kormány által adott 82 millió forintos keretösszegen belül a bölcsődei férőjek számának a növelését, legfőképpen azért, mert egy új bölcsődei épületet azért szeretnénk megvalósítani, mert akkor az óvodai létszám is elférne a jelenlegi épületbe. Litér község egy mikrobusz vásárlására nyert pályázatot. A településnek eddig csak üzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművei voltak. A közösségi célokat is szolgálja majd az új mikrobusz. És ezt kimondottan egy 9 fős mikrobusz, Opel Vivaro mikrobuszra nyertünk egy pályázatot, melynek a fő célja az volt, hogy egy olyan közösségi tevékenységet, illetve ételszállítást is tudjon majd biztosítani a településünkön belül, illetve a közösségeknek, a civil szerveknek, hogyha szükség van, akkor utazás céljára, vagy pedig hivatali ellátásra tudja ezt a 9 fős busz majd alkalmazni, vagy felhasználni az önkormányzat. A testület döntött az önkormányzati dolgozók jutalmazásához szükséges keret biztosításáról is. Az eddigi 300 ezer forintos összeget 350 ezerre emelték. A kerékpárút karbantartására ezentúl egy főt foglalkoztat majd az önkormányzat, akinek szeptember 30-ától már munkába kell állnia. Keresik a támogatási lehetőséget azok számára, akik eddig szociális helyzetük okán nem tudtak rácsatlakozni a szennyvízhálózatra. Litér egyhangú szavazással csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez a 2016-os tanévtől kezdődően.
A kulturális örökség napján is folytatódott a balatonalmádi vallási helyszíneit bemutató programsorozat. Ezúttal is tártkarokkal várták a látogatókat a városrész templomaiba. Külön színfoltja volt a sétának a közös éneklés, mely minden helyszínen a keresztények összefogására irányította a résztvevők figyelmét. A berényi templomok éjszakája a Loyolai Szent Ignác katolikus templomban kezdődött, ahol Szakál Balázs, az egyházközség világi elnöke mutatta be a templomot és történetét. Az érdeklődők a Szent Sír kápolnát is megtekinthették. A séta következő állomásán az egyébként nem látogatható egykori jezsuita kolostort járhatták be a résztvevők. Itt Kovács István, a helyi honismereti és városszépítőkör elnöke beszélt. A református templomban Fausz Gyula tiszteletes úr köszöntötte az egybegyülteket. Ezen az estén jelképesen Krisztus világosságával vettük körül ezer éves templomunkat és hitünket, szóltak az áhítat szavai a református templomban. A séta, Agapéval, majd Halas Adelaida színművésznő, a fényes nap immár lenyugodott kezdetű, gyönyörűséges csángó esti ima éneklésével zárult. A Balatonalmádi Városi Értéktárbizottság őszi első összejövetelén folytatták a település kulturális örökségeinek témakörében a kiemelkedő értékek bemutatását. Ezúttal a Készfogás Európa Szoborpark állt az érdeklődés központjában. Ennek az a különlegessége, fogalmazta az elnök, hogy nem egy több évszázados múlttal rendelkező köztéri alkotáscsoport mégis nagyon rövid idő alatt értékké vált. A nyári szünet után ismét élénk érdeklődés kísérte a bizottság ülését. Folyamatosan kerülnek újabb és újabb értékek feltérképezésre, melyeket a bizottsági tagok véleményeznek különböző szempontok alapján. Egyre több értékkel bővül a helyi adatbázis. Az értéktár bizottságunk igénybe véve a lakosság véleményét, és erre az Almádi Újság hasábjain keresztül kérünk ugye javaslatokat, ott tart, hogy jelenleg 19 értéket tartunk nyilván, ebből kettő már a megyei értéktárba is bekerült, és pillanatnyilag az őszi ülésünk előtt van 4, illetve 5 olyan javaslat, amelyet megtárgyalunk, s ha szükséges kiegészítéseket kérünk, de nagy eséllyel pályáznak az értéktár minősítésre. A szoborpark létrehozásának körülményeit, valamint az azóta tartó folyamatos fejlődést Veszeli Lajos festőművész, az ötletgazda ismertette. Az alapvető cél, mondta, hogy Almádi képzőművészeti központ legyen. Az értéktárban is jelentős helyet foglal el a legújabb kulturális színtér. Joggal állíthatom, hogy itt valóban egy nagyszerű kezdeményezésről, illetve egy nagyszerű kezdeményezésnek a beérkezéséről adhatunk számot, és én úgy érzem, hogy ez még nincs is befejezve, hiszen hallottuk a terveket, hallottuk az elképzeléseket. Veszeli Lajos úgy fogalmazott, hogy az idei nyár kiemelkedő volt. Újabb külföldi szobrok is érkeztek, és hatékony partneri kapcsolatok alakultak ki. Kiemelte, hogy ezek a képzőművészeti alkotások egy sajátos szabadtéri kiállítást alkotnak. A szobrok időről időre cserélődnek, így mindig újdonságokkal találkozhatnak az odalátogatók. Beszélt arról, hogy vannak még hiányosságok, például kamerarendszer terveznek, és a közvilágításon is lehet még javítani. Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy egy ilyen szintű park nívót és turisztikai látványosságot jelent a városnak. Sok önzetlen szakemberre és művészbarátokra számíthatnak, de jó lenne, ha a fiatalok is részt vennének a munkában, ugyanezzel a hévvel, munkatempóval és kedvel, mondta. Kajári Gyula, a PR-t alapítvány elnöke kiemelte, hogy amióta benépesítették a parkot a szobrokkal, azóta nincsenek rongálások. A művészetnek ez is az ereje. Formája igazítja az emberek gondolkodását, ösztöneit, érzelmeit. Nézzük fontosabb híreinket még egyszer röviden. Városfejlesztés. Balatonalmádiban létrehozták az új integrált településfejlesztési stratégiát. Nyárértékelő. A nyári szezon tapasztalatairól tárgyalt a Balatonkenesei városvezetés.
új gépjármű pályázat segítségével tudja megkönnyíteni Felsőrs a tanyagondoki szolgálatot. Közügy című magazinunkban elsőként a Balatoni Szövetség elnökével értékeljük a nyári szezont, majd a vidékfejlesztés lehetőségéről láthatnak egy előadást. Az ezt követő stúdióbeszélgetésben megismerhetik a vitorlázásban Európa bajnok vadnai fivéreket. Látogassák meg internetes oldalunkat, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik, és követhetnek minket a Facebookon is. Friss hírekkel kedden várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!